köszöntöm Önöket a mai eseményünkön. Egy talán unikálisnak mondható eseményről van szó. Legalábbis az egyetemen mi, én és az az intézet, amelyet képviselek, nem találkozott egy olyan beszélgetéssel, vagy olyan beszélgetés sorozattal, ami a hit, a tudomány és a vallás viszonyrendszerét térképezte föl, és adott esetben ütköztette az álláspontjait. Ezért a Sík Attila professzor úr által vezetett Transzdisziplináris Kutatások Intézete azt a feladatot tűzte maga elé, vagy célt, hogy ilyen kerekasztal beszélgetést szervezzen, és ezeket az álláspontokat különféle területek képviselői által egymás mellé ültesse, és nézőpontokat ütköztesse. Természetesen nem saját útfőből dolgozunk csak, hanem hál' Isten erre egy elég széles értelmiségi kör, aki részben egyetemi területről vagy háttérrel jött, részben egy civil szervezetnek a részéről jött, rákapott erre, és nagyon sokan jelezték már a legelején ezeknek a beszélgetéseknek, hogy szívesen részt vennének benne. Így most idén tavasszal, vagy talán nézek itt Attilára, tavaly ősszel, hozzávetőlegesen egy éve elindult egy olyan beszélgetés sorozat, ami először zárt kapuk és ajtók mögött zajlott, majd mostanra olybá tűnik, hogy megérett arra, hogy közönség előtt, adott esetben a közönség bevonásával folytassuk ezeket a beszélgetéseket. Nyilván ki kellett próbálni azt, hogy egyrészt ez működik-e, másrészt, hogy működik, harmadszor, hogy van-e annyi téma, vagy ütköztetni való álláspont, ami érdekes lehet mások számára is. Az itt ülők szerencsésnek mondhatják magad abból a szempontból, hogy ez az első olyan eset, tehát itt most debütálunk, reméljük, hogy sikeresen, és reméljük, hogy élvezhető módon, hiszen eddig hallgatóságunk nem volt, mi magunk beszélgettünk magunknak, magunkról, illetve azokról a témákról, amikről beszélgetni szoktunk. Az én nevem Deák Máté, jelenleg a Transzdisziplináris Kutatások Intézete színeiben veszek részt ezen az eseményen, és szeretném röviden bemutatni a beszélgetés résztvevőit. Dr. Simona Ilonával kezdeném, a PTR Természettudományi Karának adjunktusa. Dr. Görföl Tibor, aki most, ha jól tudom, a Bölcsészettudományi Kar munkatársa, illetve Dr. Boldogkői Zsolt professzor urat szintén szeretném üdvözölni, aki Szegedről utazott azért és odáig, hogy ezen a beszélgetésen ma köztünk lehessen. És én nem is szaporítanám most első körben a szót, hanem szeretném átadni a mikrofont, és megkérlek benneteket, hogy röviden mutassátok be magatokat. Nem tudom, hogy odavaladok, az megfelelő. Ez nincs legyőbb, pont azért jobb egyébként. Tehát azért, hogy ki vagyok, az így elhangzott. Igazából, amit szerintem érdemes lenne elmondani, hogy bemutatkozásképpen a visszanyúlásomat ehhez a témához. Én ugye az ateista sarok legszélén ülök, ami azt jelenti, hogy vérkemény ateista vagyok, ha bár hozzáteszem azt, hogy ezt a szót, hogy ateista nem szeretem, mert ez azt feltételezi, hogy van a valláson egy alap, és akkor ehhez van egy viszonyulás. Én azt gondolom, hogy a tudomány és a józan ész nem kellene, hogy legyen az alap, és ehhez képest a hittel élőket kellene nevezni, azt cientistának, vagy nem tudom. A lényeg az, hogy én azt gondolom, hogy a tudomány és a tudományos vagy racionális gondolkodás egymással nem összeegyeztethető. Ez az egyik dolog, hogyha erre majd lesz lehetőség, akkor ki is fogom fejteni, hogy miért. Másrészt viszont az, hogy számomra az ember tisztelete az nyilvánvalóan a legelső sorban foglal helyet. Az, hogy kinek milyen gondolatai vannak, az viszonylag többet rangú. Nyilván, hogyha valami ártalmas gondolat, akkor van szó, vagy más kérdés. A vallás az én szerintem nem ilyen. Mit mondjak még valamikor? Szerintem egyedülre ennyi lesz, aztán majd meglátjuk. Köszönöm, én vagyok a másik, úgy mondjam, kevésbé hívő ember, Sík Attila vagyok. És én is inkább az érdekes volt, amikor elkezdtük ezt a beszélgetést az intézetünkben, akkor ilyen kinyilatkoztatás volt, és olyan vicces volt, mint amikor azt mondja az ember, hogy
én alkoholista vagyok, én nem vagyok alkoholista, és akkor én ateista vagyok, nem tudom, hogy ez vagyok, az vagyok. Szóval az vicces volt, mert úgy látom, hogy Magyarországon azért nálunk ilyesmikről beszélni, hogy milyen politikai álláspontja van, vagy milyen világnézete van, hisz vagy nem hisz, az valahogy elég egy tabu téma. Én úgy gondolom, hogy ezen nincs semmit se szégyelni, és hogy jól tudunk egymással beszélgetni, egymást meg tudjuk érteni, anélkül, hogy meg akarnánk téríteni egymást, vagy meggyőzni másikat, hogy amiben hisz, az hülyeség. Szóval továbbadom ezzel a mikrofont. Egyébként én neurobiológus vagyok, lehet, hogy be fogok hozni egy-két példát arról, hogy az agy hogyan működik, és hogyan vetül az Isten kép, az szóval hogyan keletkezik az agyunkban az Isten kép. Köszönöm szépen, Simon Ilona vagyok, a hitgyakorló matematikus. Tehát én mindkét oldalt képviselem a vallás és tudomány vitában, tehát matematikusként református hitemet naponta megélem, és régóta érdekel ez a téma. Én hiszem azt, hogy a tudomány és a hit az összeegyeztethető, sőt, vannak üzenetei egymás számára. Köszönöm, továbbadom. Ölt a nevem is. Itt hitvallásokat kell tenni, hogy az emberek el kell helyezni magát. Én remélem, hogy egy hívő ember nem irracionálisan gondolkodik, és az én meggyőződésem az, hogy hívő emberként is lehet racionálisan gondolkodni. Vannak példaképeim, akik ezt meg tudják valósítani, akikhez én tartani próbálom magam. Ugyanakkor a két területnek, természettudománynak, vagy a nem vallásos filozófiának, és a teológiának, vagy a hívő gondolkodásnak a vitáját, ezt egy nagyon terméken és nagyon izgalmas dolognak tartom. A keresztény gondolkodás és a nem keresztény vallásos gondolkodás formáknak a története egyaránt izgat, és hát nagyon terméken, nagyon érdekes dolgok történtek az elmúlt évszázadokban, és valószínűleg fognak is történni a következő évszázadokban is. Nagyon remélem, hogy mint minden tudományos kérdés, ez sincsen még lezárva. Igen, amit mindenképp szeretnék, leülök, szerintem az lehet, hogy jobb lenne. Játszunk egyet gyorsan, aki nem akar benne részt venni, ne tegye. De hitet és vallást tettek a beszélgető partnerek, abból kifolyólag, hogy ők melyik oldalt képviselik. És ugye legalább négyféle variációja van ennek, hogy a hitet és a vallást, csak a hitet, csak a vallást, vagy mindegyiket. Hogy ha valaki vállalja, az tegye föl a kezét, aki most itt a jelenlévők közül a tudomány oldalát erősíti. Tehát aki csak a tudomány, tehát szigorúan a tudomány. Nincs benne vallás, nincs benne hit, csak a tudomány. Oké, három. Tegye föl az a kezét, aki csak a hit. Tehát csak a hit, akkor van nincs tudomány, akkor nem volt törzsfejlődés, akkor hit van. Na ugye, mert ez nagyon érdekes. Oké. Akkor nem így kérdezem, akkor nem csak a hit, hanem aki hisz. És akkor nincs mellétéve semmi. Na, több egyébként. Ez több. Ki az, aki mindent együtt? Tehát a vallást, a közösségben való a tudományt, a személyi... Na, hát gyakorlatilag... Most visszacsatolás, amit az előbb kérdeztél, tehát egy kicsit csiszolt sarok élekkel, de azért ugyanaz. Jó, tudom, de direkt provokatív. Nem akarok nagyon változtatni, mert hogyha nem, ha itt ilyen nagy közös egyetértés van, és ilyen közös rózsaszín valami megállapodunk, az ugye akkor nem egy beszélgetés, vagy hát nem, legalábbis nem egy előre mutató vita. Nem próbál provokatív lenni, de nem bántó, és előre is elnézést kérek, ha véletlenül valaki ezt úgy veszi, mert nem annak számom, hanem próbálom inkább csak a határvonalakat elválasztani. Jó, tehát az látszik azért, hogy ez az érdeklődők is, és az előadók is, ha nem is megosztottak, de különféle nézőpontokat és álláspontokat képviselnek. Szerintem ebben megegyezhetünk.
Amit én így vezér gondolatnak fölírtam magamnak, hogy hogyan indítsuk el a beszélgetést, ja, és még valami, hogy az előbb is volt egy példa, ez egy interaktív beszélgetés, tehát ha valaki szeretne valamilyen témakörhöz megszólalni és hozzáfűzni valamit, én azt gondolom, hogy adjunk lehetőséget. Annyit kérnék, hogy nyilván ezt a külön, tehát nyilván nem kell elmondani, de hogy megfelelő formában tegye akár is a véleménye, hiszen pont arról van szó, hogy ütköztessük a véleményeket. A hitvallás tudomány régen és most, egy kicsit ez volt az első gondolat, és a cím is valami hasonlót sugall, hiszen volt a világban, és itt már előkerült régebben talán az általános vélekedés, régebben a társadalmak azok vallásosabbak voltak. Most pedig az látszik nekem, nem kell ezzel egyetérteni, hogy a társadalmak nem annyira vallásosak, vagy legalábbis nem úgy vallásosak, vagy régen. Aztán ez lenne az egyik olyan témakör, amit szerintem végigmehetnénk, hogy mit jelent ma a hit, mit jelent ma a vallás, és mondjuk a középkor óta nagyjából ez, nem muszáj nagyon belemenni. És akkor melyik, mi az a pont? Szerintem az is érdekes, hogy a tudomány meghatározóvá válik a vallás mellett. Én ilyen mérföldkövekre gondoltam, mint például a Darwin és a London püspökének a vitája. Ugye ott volt egy pont, egy olyan vita volt, ahol már a szakrális világkép, mint olyan összesség egy kicsit megszakadt. Nem tudom, hogy korábbra vissza kell-e menni, hogy mondjuk egy ilyen lapos föld, gömbölyű föld, nagyon messze vezetne, de mondjátok, hogyha azt bele szeretnétek tenni, és hogy mikortól válik a tudomány egy ilyen teljesen különálló, vagy különálló-e? Mert nem biztos, hogy különálló. Sokszor szeretjük azt gondolni, hogy különálló, de hát nem biztos. Szerintem ezzel két témakörrel elindulhatunk, jó? És akkor, jó. És akkor nyilván, aki szeretne, az majd hozzászól. Tehát szerintem egyelőre menjünk ki körbe, és utána a csalások legyütve alakul ki. Hol kezdjen ezt az egészet? Azt mondja, hogy először is ezt a kategorizálást megkérdőjele azt, hogy valójában az összes itt ülő részvevő, a vitázók és a hallgatók, ateisták, hiszen a sok száz isten közül lényegében egy kivételével mindegyiket tagadják. Az ateisták csak egy lépésre tovább mennek. Ez az egyik. A tudomány, de ez így van, nem? Gondolom, hogy ugye itt azért feljön a hit paradoxon is, hogy mindegy, majd ez egy következő dolog lesz, hogy milyen szerencsések vagyunk, hogy akik itt lévő, Európában lévő keresztény hitet hiszik, azok pont ide tudtak születni, és nem mondjuk Indiába, vagy esetleg Szaúd-Arábiába. A következőt mondanám. Tehát először is akkor kezdjük egy általános alapról, hogy hogyan jött a tudomány meg a vallás együtt. Tehát amikor mielőtt még ugye Darwin fellépett volna, addig vallásosnak lenni az egy abszolút természetes dolog volt. Newtontól kezdve, Newton az egyik legzseniálisabb elme a tudományban. Tehát ennyihez hasonlítható. Ő abszolút vallásos volt. Tehát Darwin előtt a vallásosságot ugye megkérdőjelezni egy külön, hogy mondjam. Tehát az egyszerűen nem lehetett, mert nem volt kérdés, hogy Isten van, vagy nincs Isten. Sokat szoktak is hivatkozni erre. Annyi biztos, hogy amikor megjelent Darwin, ő adott egy olyan magyarázat a világra, ami azt mondja, hogy a folyamatok spontán is végbe mehetnek. Ilyen bonyolult szerkezetek, mint egy emberi test, főleg az emberi agy, az lényegében a véletlenszerű mutációk és az ezt követő természetes szelekció révén időben ez összeállhat. Tehát ez volt ez a dolog. Ami a vallásosságot illeti, valójában a vallásosság a Földön az növekszik arányaiban. Ennek az a fő oka, hogy azok a régióknak a populáció növekszik, ahol nagyon mélyen vallásosak az emberek van. Van két érdekes összefüggés. Az egyik összefüggés az ugye, hogy minél magasabb iskolai végzettsége van egy embernek, annál kevésbé vallásos. Tehát akinek nincs elemi iskolája van, az sokkal nagyobb részben, ahogy megyünk szépen fölfelé, a természettudományok felé, az elismert tudósok, a tudományos elit, például az Amerikai Tudományos Akadémia, ott már szinte alig vannak vallásos emberek, csináltak ilyen felméréseket. Tehát valamiképpen vallásosnak lenni és tudósnak lenni, minthogyha kizárná egymást.
Valószínűleg a vallásnak többfajta motiváció is van, most ezt nem akarok erről belemenni, vagy ha szóba kerül, majd akkor beszélhetünk róla. Úgyhogy ez nem zárja ki, tehát aki, akkor egy kicsit ugrok. Tehát én azt gondolom, hogy a vallás és a tudomány kizárja egymást. Ennek a fő oka az, hogy a tudománynak ugye a módszere az, hogy bizonyítjuk vagy kísérletesen, vagy pedig megfigyelések útján, ami egy hiteles megfigyelések útján, nem egyéni beszámoló útján, és ez hiányzik a vallásból. Hozzáteszem azt, hogy a tudományos disziplinák, a tudományterületeknek a nagy része közvetlenül nem ütközik a vallással. Tehát maga a tudomány ütközik, az, hogy a tudományos módszerekkel több dolog ütközik, elsősorban bizonyítéknek a hiánya. Másodszorban a tudományos gondolkodás, tehát az, vagy erre is visszatérhetünk, nem akarom sokáig volni a szót. Tehát a lényeg az, hogy kicsit megkavarogtam, most már elég is kell. Közbeszólhatok egy pillanatra? Igen. Ez itt szerintem egy, Balogh Péter vagyok, én immunológus vagyok. Igen. Nyilokszövet fejlődés biológiával foglalkozom, és abban az Istennek az előrerendelését látom. Igen. Jó, akkor hogy folytassam utána, csak el fogom felejteni. Jó, oké. Amit mondtál, az egy hamis szembeállítás, vagy nem vallás... Mert nem fejeztem be. De akkor mert én sem fogom felejteni. Itt, amit mondtál, az nem tudomány versus vallás, hanem tudomány versus rossz tudomány. Na, tehát akkor befejezem. Tehát azt akartam mondani, hogy a tudományos disziplinák túlnyomó többsége közvetlen módon nincs kapcsolatban a vallás meg a hit kérdésével. Ezért lehetséges az, hogy vallás hittel érő kutatók lényegében ugyanolyan, hogy mondjam, komoly eredményeket tudnak elérni, mint a nem hittel érő. Vannak olyan részek, amik kapcsolatban vannak vele, tehát mondjuk a genezisek, a világ kialakulása, élet kialakulása, a tudat kialakulása, meg egy csomó dolog, az evolúciótól kezdve ugye az, a hitgyógyítás, amik úgy közvetlenül is érintik ezt a kérdést, de a legtöbb tudományterületen tudsz úgy dolgozni, hogy ez nem jön elő. A legtöbb tudományterületen azt látod, hogy mondjuk az emberi test olyan jól megszervezett, hogy ez valami teremtő kíván, tehát az emberi agy működése, az immunrendszer, az gyakorlatilag még komplexebbnek is tekinthető, mint az emberi agy, nagyon bonyolult, én is álmodva ülök előtte. De például, hogyha mondjuk genetikus vagy, és ismered például az emberi DNS-t, az emberi DNS-ben, és az utolsó gondolatom lesz, hogy az emberi DNS-ben két nagyon fontos információ van jelen. Az egyik információ az, hogy van benne egy genetikai óra, ami azt jelenti, hogy kiválasztunk bármilyen két fajt, a telefonon van is egy ilyen program, és megmondja, hogy az embernek az alba, amikor váltál egymásra egészen pontosan. Plusz-minusz nem tudom hány százalék. A másik dolog pedig az, hogy az emberi DNS az, ahol a tervezettség hiánya annyira szembe ötlik, hogy csak na. Tehát tele vannak félgénekkel, úgynevezett A-génekkel, az egész a totál káosz. Mégis van benne valami rendezettség, mert magasabb szinten már a sejt szintjén, a szövetek, szervek szintjén, már nagyon magas a szervezettség, a DNS szintjén szinte totális a káosz, hogy így mondjam. Tehát aki genetikus, az látja, hogy ha lenne egy teremtő, az nem így csinálná a dolgokat.